A csúcsmodern szerkezetek uralt a világban, még mindig nagy rajongótábornak örvend a klasszikus borotvakés. Az eszköz az ősi Egyiptomból származik, ahol a pengéket még tömör aranyból készítették. A veszélyes borotvaéles késsel való borotválkozás mindig is a macsók kiváltsága volt. Használatukhoz elengedhetetlen a biztos kéz és az acélos idegek. A gyártási folyamat a kemencénél kezdődik, ahol addig hevítik az acélhengereket, amíg lágyak és formálhatóak nem lesznek. A megolvadt fémet kalapáccsal ütik a formába. Egy prés lenyírja a széleket és kivágja a két penge formát. Az acélrúd alig pár lépés alatt pengévé változik. A pengék ezután egyesével egy másik présbe kerülnek. A hatalmas nyomóerő a formába préseli az elemeket. Ez a lépés tökéletesíti az alakot és megedzi az acélt. A pengéket 50-esével grafitporba, majd olvat ólomba mártják, ami megerősíti az acélt. A grafit rétegnek köszönhetően az ólmot könnyen el lehet távolítani. A pengék lángra lobbannak, amikor a hűtőolajba mártják őket. A pengéket ezután egy rostába szórják és fűrészport szórnak rájuk, ami felszívja az olajat és a maradék grafitot. Nem sokkal később azt is eltávolítják róluk. Az edzést követően a pengéket lassú tűzön hevítik. A folyamat felszabadítja a fémben rejlő belső feszültségeket. Egy munkás ellenőrzi a pengéket, hogy egyenesek-e. Ha nem, kalapáccsal kiegyenesíti őket. Egy másik munkás dörzskerekeken megfeni, majd egy fémgyűrűn teszteli őket. Az alufólia vastagságú élnek erősnek és rugalmasnak kell maradnia. A következő lépésben bitumen oldatot visznek fel a pengére és a penge szárának felső részére. Így készítik elő a fém felületét a lézeres gravírozásra. A bevonatnak köszönhetően a lézersugár hibátlan munkát végez, és a bevágások szélei sem torzulnak. A gyártó emblémája köré újabb bitumen réteget visznek fel, és előkészítik a pengét a következő lépésre, az aranyozásra. A pengéket vizes aranyoldatba mártják, majd áramot vezetnek beléjük. Az elektromos erők hatására az aranyrészecskék megtapadnak a kezeletlen fémfelületen. A már felesleges bitumen bevonatot vegyszeres fürdőben távolítják el. Megszületik a csillogó, két tónusú penge. A penge szárát a műanyagnyél két lapja közé helyezik, majd egy szeggel rögzítik. A szeg végét levágják, és a kiálló részt lelapítják, hogy összefogja a két részt. Kezdődhet az összeszerelés minőségének ellenőrzése. Egy munkás egy enyhén domború dörzskeréken feni a pengét, ami megőrzi íves formáját, de még élesebb lesz. A készpengét köszörűkövön fenik, ellenőrzik az élességét egy szaru darabon, majd tovább fenik. A penge ennek köszönhetően lesz igazán borotva éles. A pengéket ezután krétaporba mártják, ami felszívja a maradék nedvességet és megakadályozza a rozsdásodást. Ezután a pengét bőrszíjön fenik meg, ez adja meg a fém végső fényét és élét. A készpengének olyan élesnek kell lennie, hogy el tudjon vágni egy mesterséges hajszálat. A borotvakés gyártása összesen 80 lépésből áll. Ha megfelelően bánnak vele, évtizedek múlva is olyan lesz, mint újkorában. Így készül az időálló borbélyeszköz. Én köszönöm.